110 évvel ezelőtt alapították Győrben az Eto Dunaszerdaján a DAC csapatát. Ebből az alkalomból együtt ünnepeltek a felek egy nemzetközi felkészülési mérkőzéssel. Az egész meccsen remek hangulatról gondoskodó helyi drukkerek a magyar himnuszt is elénekelték a kezdés előtt. Ahol az első gólszerzési lehetőség a kék-sárgák előtt adódott. Egy szöglet után a lecsorgó labdát Lang azonban eltakarította a kapu elől. Nem kellett sokat várni a győri válaszra, de itt is a védők nyertek. A saját térfelére ezúttal jobban visszahúzódó Eto többször is gyors kontrát vezetett. Martinez passzát Pátkai lőhette kapura, de időben blokkoltak a hazaiak. A Dunaszerdaiánál volt többet a mérkőzés első szakaszában a labda, de a fehérmezes Eto volt a veszélyesebb. Itt éppen egy Strescsik, Kamber, Koltai összjáték után a válogatott játékos lőhetett, de nem találta el a kaput. Az előretolt csatár Rudolf ma is gyakran lépett vissza a labdáért, vagy ha kellett, akkor a társakat szolgálta ki. Martinez lövésében azonban nem volt elég erő, így ez a labda könnyű zsákmány volt a kapus számára. A szerdahelyek is próbálkoztak távolról, ennél a szabadrugásnál Kocsisnak kellett szögletre tolni a labdát. Az Eto ezen az estén nagy hangsúlyt fektetett a védekezésre, így a társak is jobban figyeltek egymásra. Ha valahol porszem került a gépezetbe, mindig volt valaki, aki ott termett és segítette kijavítani a hibát. Így aztán a nagyobb helyzetek rendre a hazai kapu előtt adottak. Főként akkor volt bajban a DAC, hogyha Rudolf lódult meg. Itt sem tudták megállítani a magyar válogatottból az utolsó pillanatban kimaradt csatárt, akinek a beadására Koltai szeretett volna odaérni, két lépéssel maradt le a gólról. A félidő hajrájában kiderült, sokkal bátrabban kellene felfutni a védőknek a szélen. Az egyetlen ilyen akció ugyanis az első játékrész legnagyobb helyzetét hozta. Martinez fejelte kapura Wolf beadását, Pernecki azonban bravúrral hárított. Nagy tapsot kapott a hazaiak legjobbja, a 21-es Jakub Brasen, aki alkalmi balhátvédként eredeti posztján is néha feltűnt, így az ellenfél 16-osánál távoli lövésekkel is riogathatta Kocsis kapuját. A félidőben az 1962-ben és 1968-ban bajnoki címet szerzett DAC öreg fiúkat köszöntötték, amint az elhangzott, ők alkották az első szerdahelyi aranycsapatot. A szünetben Horváth Ferenc 6 helyen is játékos cserélt, és mint kiderült, kis idő kellett, mire elérte a csapat az üzemi hőfokot új összeállításában. Egyszer a házigazdáknak is majdnem sikerült lefordulnia, de Kocsis is kimozdult a kapujából, hogy kisegítse a védelmet, kétszer is tisztáznia kellett, mire elmúlt a veszély. De csak pár percig, mert a szünet után nagy lendülettel játszó DAC Jurko révén már zicserbe is került, a lövés azonban elcsorgott a jobb kapufa mellett. Még egy győri labdavesztés kihasználhattak volna a hazaiak, de itt Svec volt a gyorsabb, aki a beadást a berobbanó csatár elől vágta ki szögletre. Az utolsó fél órára aztán sikerült a védelmi meginkásokat teljesen kijavítani, így már csak Eto lehetőségeket tudunk mutatni az összefoglalónkban. Az első vendéghelyzet a második félidőben Dudás Ádám előtt adódott, aki visszatért eredeti helyére, így már szélső támadóként töretett kapura, de Pernecki ismét a helyén volt. A látványosabb megoldások Kvilitája beállítása után következtek. A Grúz center minden akcióban benne volt. Itt éppen három védő csapott be, majd remekül hagyta ott a labdát Dudásnak. Az összjáték végén vissza is kapta volna azt, ám kiolozták a védők az utolsó pillanatban, pedig nagy lehetőség lett volna az Eto 13-as előtt. A védők elő Stieber és Windecker is lendületesen indult meg egy-egy labdaszerzés után, és Kvilitája, mint annyiszor, itt is jól vette ki a játékszert a bolyból. Dudás lövése zárta le az akciót, amint látható, ebből sem született gól. Aztán ismét Stieber indít, ezúttal a bal oldalon tűnik fel Dudás Ádám. Kvilitája nagy vonalon átlépi a labdát, így lesz lövelyezett Stieber András előtt, nem sokat tévedett a középpályán sem. A hajrában a grúz csatár maga dönthette volna el a meccset. Trajkovics ugratta ki nagyszerű ütemben Kvilitáját, aki azonban a kivetődő kapus lábát talált el, így oda lett a legnagyobb zicser is. A ráadásban még Dudás 30 méteres szabadrugása volt veszélyes, ám miután a kipattanott szó szerint Kvilitája lekezelte, a játékvezető állította meg az akciót. Az Eto hiába dolgozott ki több lehetőséget a DAC kapuja előtt, a meccsen nem esett gól. A két első osztályi gárda összecsapása, így a végeredmény 0-0.